alapszín, ez a világos szín, amin a kék és más edényeken a zöld mintával jelenik meg az írókás díszítés. Ez is mutatja azt a változást a tatai fazekasok munkái, hogy eredetileg a hagyományos zöld, más majd megjelenik a világos, amelyen a különböző színű mintázat. Az emberiség kultúrtörténetének legfontosabb fejezete az írás története. A kézírás nélkülözhetetlen tárgyi eszközei a tintatartók. A Tatai Múzeum gyűjteményében is van néhány egészen kivételes darab, ezek a tatai fajanszgyárban készültek. Az első közülük valószínűleg ez a legkorábbi, a barokk fajanszművészet hagyományait őrzi, strasbourgi rózsacsokorral, egy színes rózsacsokorral díszítették, és ugyanúgy, ahogy a fajanszművészet általában, ez is kapott plasztikus díszt, egy kis rózsacsokrot az oromzatán. A következő darab már egy kicsit későbbi stílust képvisel, ez már a késő baroknak, a klasszicizáló késő baroknak felel meg. A ráfestett füzérek, levélfüzérek, fesztonok, ezek már a cof stílust mutatják. A tintatartó az egykori megrendelő vagy megajándékozott nevét viseli, P. Johannes Halász, vagyis Halász János atya számára készült, vagy ő lehetett a megrendelő. A harmadik darabunk valószínűleg néhány évvel még ennél is későbbi, ugyanazt a füzérdíszt találjuk rajta, mint az előzőn. Itt már a színes rózsacsokornak, a színes festésnek a helyét átveszi egy egyszínű festés. Ez is a klasszicizáló stílus tendenciának a megfogalmazása. Ez az egyetlen datált tintatartónk, itt a hátulján találjuk az 1791-es évszámot. Van egy későbbi darabunk is, amely már nem a 18., hanem a 19. század során készült, és nem a tatai fajansz manufaktúrában, hanem vagy a tatai kőedénygyárban, vagy bármely más magyarországi kőedénygyárban, és már nem a barokk vagy a késő barokk, hanem a bédermelyes stílus jegyében. Ez egy egyszerűbb használatra szánt darab, egy sorozat darab tulajdonképpen. Mettől meddig állt szolgálatban a luttól, mint íróeszköz? A luttól, mint íróeszköz nagyon régi időre vezethető vissza. Tulajdonképpen a pergamen, mint író alapanyag kialakulásához köthető, mert ezekre a vékony bőrökre, kikészített bőrökre sokkal könnyebb volt írni tollból készült íróeszközzel, mint a régi hagyományos fémből, mint amit a rómaiak használtak, vagy később nádból készült íróeszközökkel, amik érdesek voltak, és nehezen lehetett velük betűket alakítani. Tehát a kora középkortól kezdve, a lúttól, az végigkísérte az írástudó embereknek az életét. Lútból, vagy valamilyen nagyobb testű szárnyasnak a tollából lehetett legjobbakat elkészíteni. Nem véletlen, hogy Amerikában pulykatollat használtak erre a célra. Európában pedig inkább a libának a szárnytollait, ami azért is érdekes, mert a baloldalit szánytollakat a jobbkezes emberek, a jobboldali szánytollakat a balkezes emberek tudták jól használni, ez esett jól a kezükre. Ezeket speciálisan megfaragták, többféleképpen lehetett vele hegyesre. Ha hegyesre faragták őket, akkor vékony vonalakat lehetett húzni. Ha úgynevezett megvágott hegyű tollat készítettek, akkor pedig nagyon szépen lehetett vele az akkor használatos bármilyen faktúr betűt alakítani. Hát ezek a tintatartók, ezek gyakorlatilag addig használatban maradtak, amíg csak mártogatós tollal írtak emberek, vagyis hát ez az időszak áthúzódik még a 20. századra is. Jó lehet, a 19. században lútt tollat kiszorította az acélhegyű, vagy más fémből készült tollhegy. Ki faragta ki a lúttollat? Mindig a felhasználó? Vagy már készen lehetett kapni? Be lehetett készen is kapni ezeket, általában tucatjával, vásárokon, különböző helyeken, de az igazi író ember az mindig maga faragta. Ezeket az ehhez használatos tollkésnek külön helye van a tintatartónak a
Az elején, ahol olyan az írásról összefüggő tárgyakat tartottak, általában ezt a tólkést, a pecsétviaszt, amivel a leveleket lepecsételték, hiszen ezeket az iratokat akkor még nem borítékolták, hanem többféle formában hajtogatták össze, és a végén a hajtást lepecsételték. A tintatartóban még nem csak a tinta számára, illetve a tolkés számára van hely, hanem a porzó számára is. A porzó arra szolgál, ez úgynevezett síkporral van töltve, amit a mai nyomdák is használnak, hogyha el akarják kívánni a festéknek a lehúzódását, illetve ívek összeragadását. Nagyon finomra őrölt por található benne, amit a friss, sem megírt iratra hintettek rá, és ezt utána lefújták, ez felszívta a felesleges tintát, és ezáltal elkenő az elmaszálódásokat megakadályozta. A régi kalligráfusok azt mondták, hogy ahhoz, hogy az ember gondolatait össze tudja szedni, és megfontoltan szépen tudjon írni, ahhoz szükség van arra az időre, amikor az ember belemártja a tollat a tintába, ez alatt összeszedi a gondolatait, és időt is tud magának adni, ezért a mai kalligráfusok se szívesen használnak olyan tollat, amiben folyamatos a tinta ellátása, hanem inkább a régi lúdtollat vagy acéltollat használják el. És romantikus alkatok szerint szerelmes levelet is csak töltőtollal vagy mártogatós tollal illik írni. Négy információ adásunk végén. Többen telefonáltak gázkompenzációval kapcsolatosan, nevezetesen, hogy pecsét nélkül küldték el a papírokat. Én arra kérném azokat, akik ezt tették, hogy keressék fel az égát, bizonyára tudnak adni másik ilyen papírt, és akkor ugyanúgy végigjárható a sor. Csak nagyon ügyeljenek a határidőkre, hogyha jól tudom, 20-a a határidő ezeknek az igénylő lapoknak a leadására. A Máltai Szeretett Szolgálat felhívását olvasnám el még egyszer, amely pontosabban ismételnem meg, amely arról szól, hogy olyan személyek, egyének gyűjtenek a Máltai Szeretett Szolgálat javára adományokat, idézőjelben javára, illetve arra hivatkozva járják a várost, akik nem tagjai a Tatai Máltai Szeretett Szolgálat csoportjának, és hogyha a Tatai Máltai Szeretett Szolgálat közül, tagjai közül gyűjtene bárki, akkor annál erre megbízó levél van és személyigazolvány, hogyha ezek közül bármelyik nincs ott, annál, aki adományokat gyűjt, akkor ne engedjék be a lakásba, és természetesen ne is adják át az adományokat, hisz az nem a Máltai Szeretett javára gyűjt, Szeretett Szolgálat javára gyűjt. A Pán Európa Filmcentrum felhívja a város lakóinak figyelmét, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel kedden és szerdán, tehát 13-án és 14-én 18 órakor, illetve 20 órától a Miniszter Félrelép című filmet vetítik. Jegyek természetesen a Pán Európa Filmcentrumban kaphatók. És még egy információ, holnap is lesz Sportkedd. A Sportkedd ezúttal 1997 második fél évének sporteseményeit tárgyalja majd, illetve eleveníti föl, természetesen az aktuális sporteseményeken túl. Nem maradt más hátra, mint megköszönjem ma esti megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk holnap is, és azt követően pedig egy hét múlva ugyanezen a csatornán. Jó éjszakát kívánok! Jó estét kívánok! Mint ahogy megígértük, ma este 9 hetes sportösszefoglalónk második részét vetítjük. Előtte két vívóhír.
Budapesten a Csömöri úton az MTK versenyen 7 klub 30 indulója közül negyedik Laborc Izabella, aki a decemberi baleset óta először versenyzett, 8. Izsó Krisztina. Vasárnap már nálunk a Vasari Sportcsarnokban volt verseny, gyermekrangsor verseny a fiúknak. 8 klub 38 indulója közül 8. Frank István a Mirelta versenyzője. Ezen a hétvégén Székesfehérvárott a serdülő országos rangsor verseny következik. Tehát akkor mindenki dőljön kényelmesen hátra a fotelban. Következik Sport 97 második része Tatai szemmel. A második fél év első említésre méltó atlétikai eseménye még augusztusban volt az edzőtáborban. Dobó veterán Európa kupa. A rendkívül sok versenyszám és a sok kategória alaposan megnehezítette a rendezők, versenyzők dolgát, hiszen sokan 4-5-szerrel is versenyeztek. Antik diszkoszvetésben, sotorámában, történelmi súlyvetésben, kalapács három próbában, sokorámában, dobó öt próbában és kőlökésben vívtak nagy küzdelmet egymással és a szerekkel. Európa, valamint hazánk legjobb veteránjai. Szeptember elején még mindig veteránok, de már az országos bajnokságra gyűltek össze. A 15. veterán országos bajnokság, aminek most már ebből következik, a 15-nek hagyományai vannak. Nagy örömmel jövök mindig ide Tatára, ahol szeretettel fogadnak bennünket, a Komárom megyéket kérjük fel a versenybíráskodásra, úgyhogy meg egy közös nagy család ünnep ez most ez a 15. verseny. Néhány nevet említett a miénk közül, hogyan szerepelnek ők a versenyen? Hát minden bizonnyal, hogy Gengelicki László a dobogó első-második fokán, Varga Imre valószínű magasugrásba Komáromból első helyen, Nagy Szilvesztert kalapázsba várom dobogóra, és hát a Lamacs Jánosék futásba jók, Babos Imre próbálkozik most a sprinter világcsúcstartó súlylökésbe a nehéz fiúk között, remélem, hogy eredményesen. Bajnokság most már ugye évről évre visszatérően egy ünnepe ennek a veterán mozgalomnak. Legutóbb volt a világbajnokság, ahol eredményesen szerepeltünk, egy 30 fős küldöttséggel vettünk részt, és ezüstérmeket nyertek a veteránok, jobban szerepeltek, mint a felnőttek. Athénban a világbajnokságon. Idősebbek után szeptember végén megjöttek a fiatalok is. Serdülő B-kor csoportos országos bajnokság ugyancsak az edzőtáborban. Ez az országos serdülő B-korosztályú bajnokság a 13-14-15 éveseknek, tehát gyakorlatilag három bajnokság zajlik itt a két nap alatt. Megyénkből, itt a szűke pátriánkból vannak olyan emberek, olyan fiatal emberek, akiket meg kell említeni? Hát ebben az évben a TSC-nek ilyen korosztályú atléta igen jól szerepeltek a diákolimpiai versenyeken. Hát most ez a bajnokság a igazi nagy megmérettetés számukra, hiszen itt korlátozás nélkül mindenki indulhat. Bízunk benne, hogy azok, akik ott országos bajnokságot tudtak nyerni összetettben, azok most egyéni számokban is megmutatják a jó képességeiket. Kár, hogy a fiatalabbak között már nem volt Tatai a dobogon. Volt viszont Tatai bőven, október elején a városi diákfutóbajnokságon, a Csekeligetben. A felső tagozatosok 4-4 korosztályban egy-egy csekekör teljesítésével vetélkedtek a Vasért Lénár tím és a felnőtt utazók klubja által rendezett versenyen. Győztesek az 5. osztálytól felfelé Power Anikó fazekas, Csapó Ádám vasari, Kun Brigitta a 6-osoknál és Rábai Norman a vasariból. A 7-eseknél, a lányoknál Bihari Gizella, a fazekas tanulója, míg a fiúknál Gáspár Gergely győzött, aki a Kőkút Középiskola tanulója. A 8-osoknál pedig fazekas siker született, hiszen Szabó Mária és Seffer Levente lett az első. Az elmúlt év utolsó napi csapataink is akárhogy szerepeltek. A legjobb tímény a Danóvi, amely a Komárom megye közgyűlésének külön díját is. Ezen kívül még két fiatal csapat képviselte városunkat ezen a hagyományos őszi nagyversenyen. Az autósport egyik szakágában, a rallycrossban városunk egy testvérpárja már az előző évben letette névjegyét. Mindenki ismeri Szí Csaba és Szí Zsolt nevét. A két fiú közül Csaba az elmúlt évben egy bérelt Toyota Celicával versenyzett, eléggé balszerencsésen egy fordulót tudott csak végigmenni, így őt nem értékelték. Öccse, Zsolt, folytatva a régi hagyományokat, ismét a két kerék meghajtásos Skodával, a 4 kerék meghajtásos autók között felküzdötte magát a dobogó második fokára az 1600 köbcentiméter alatti kategóriában. Büszkén állhatott tehát a díjkiosztón az edzőtáborban decemberben.
Hosszan utaztak el a vasértesek közül a Jászság fővárosába, Jászberénybe, hogy duatlon rangista pontokat gyűjtsenek. Az ifjúsági lányoknál ketten is indultak. Herceg Judit a második, míg Lénárd Johanna a harmadik helyen végzett. A női junior B korosztályban a tatajakhoz tartozó, ám évközben még nem igazolható volt oroszlányi Csekei Szabina győzött. A gyermekfiú kategóriában egyre jobban fejlődik Rábai Norman, aki ezúttal itt Jászberényben a negyedik helyen végzett. Jó erőkkel rendelkezik a Vasért Lénár team a junior B korosztályban, hiszen itt versenyez a tavalyi tatai diákolimpiai ezüstérmes Farkas Otto és Takács Balázs is. Sprinttávon ezen a napon Farkas Otto igazolta jó formáját, második lett az abszolútban. Balázs pedig a negyedik helyen érkezett be. A férfi junior A kategóriában Rót Balázs kiegyensúlyozottan versenyzett egész évben, itt a Jászság fővárosában ezúttal a negyedik hely jutott neki. A 37 éves és a veterán korosztály legjobbjai közé kacsingató Kocsi Imre a felnőtt férfiak mezőnyében a 18. lett. 3 év múlva nagy eséllyel pályázhat a szenior válogatottságra, hiszen ebben a korosztályban hazánk legjobbjai közé tartozik duatlonban. Júliusban 2 hétvégén is nálunk vendégeskedtek legjobb íjászaink. Először 2 napon keresztül az edzőtábor adott otthont a Magyar Pályaíjász Bajnokságnak, melyen olimpiai és csigás kategóriában mérték össze tudásukat a férfiak és a hölgyek. A következő hétvégén az egész mezőny összeszedelőzködött és felköltözött az Agostyáni hegyoldalba. A zuhogó eső sem tudta megakadályozni őket, hogy jól érezzék magukat. Én szeretném elmondani azt, hogy itt a szervezők és a rendezők nagyon sok mindent megtettek annak érdekében, hogy jó verseny legyen. Hát múlt héten a pályaíjászaton is nagyon remek körülményeket biztosítottak, nagyon jó versenyt rendeztünk és jó eredmények születtek. Itt szintén a rendezés, a szervezés az nagyon jó. A pálya olyan nehéz volt, hogy a tegnapi napon a balesetveszély miatt le kellett állítani, átrendeztük a pályát, és jelen pillanatban egy nagyon jó, egy európai színvonalú pályát rendeztünk, és azon folyik a verseny. A tatai judósok első őszi nagy erőpróbája a hagyományosan már nálunk megrendezett felnőtt női férfi országos magyar bajnokság. Az első bronzérmünket hozta a nap Borzs Gabriella személyében. Róla annyit kell tudni, hogy korosztályos magyar bajnok, de még ifjúsági korú. Ez civil nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy ő 4 év múlva lesz felnőtt korú versenyző. A férfiaknál a 60 kg-os súlycsoportban 3 tacos versenyző is indult. A 23 évével nagy öregnek számító Madarász Ferenc a bronzéremért folyó küzdelemben klubtársával Vágus Zsolttal került össze. Madarász győzött, ővé a bronzérem. Mellette a másik harmadik helyezett a feltörekvő fiatal tehetség Szeles Viktor. Nézzünk tőle egy szép csípődobást lassítva. Az OB másnapján ugyancsak hagyományosan rendezik meg a TAC Kupa gyermek judo versenyt, amelyen a tatai utánpótlás igazán jelesre vizsgázott. Október elején első ízben érkeztek hozzánk Hollandiából, testvérvárosunkból, Alkmárból judósok, akikkel a tacosoknak a hosszú évek alatt szoros kapcsolatuk alakult ki. Az ő tiszteletükre rendeztek egy tornát. Itt már a vasárnap délelőtti képeket láthatjuk, amelyen 10 csapat 120 versenyzője sorakozott fel a TAC Kupa nemzetközi cselgáncs versenyre. 2 ötös csoportban körmérkőzésen küzdöttek egymással a holland, szlovák és magyar cselgáncsozók. Innen aztán már egyenes kiesésben folytatódtak a csaták. A TAC 2 együttest nevezett, az első csapat volt az erősebb. Az egyik holland csapat elleni mérkőzés pillanatait láthatjuk. 38 kg-ban Zöldvári Tamás lépett a tatamira. A 42 kg-os súlycsoportban az az ónódi be a mérkőzött fiú ellenfelével, aki szombaton serdülő magyar bajnokságot nyert. A 47 kg-osoknál még egy lányt láthatunk, Pesznyik Renáta személyében. A rendkívül nagyszámú közönség nagyon jól szórakozott, de az igazi csemege még csak ezután következett. A felsőbb súlycsoportban először Szeles Viktor mérkőzött egy holland fiúval, akiben igencsak ellenfelére akadt. Azért a végén győzött. Nézzünk egy akciót kicsit Szelesen. A tavalyi magyar bajnokság bronzérmese Kun Szilárd itt a Vasari Sportcsarnokban alaposan megizzadt.
Csak úgy, mint Esősi Ákos, aki a holland fiú személyében nagyon kemény ellenfelet kapott. A végső győzelmet a Hollandiából érkezett vendégek szerezték meg. Második a mi csapatunk. Ezzel azonban még nem volt vége az idénynek. Idén ez már a második bajnokságod, ugye? Igen, a Serdül Magyar Bajnokságot is megnyertem 2 hete, és ez most az ifjúsági, ez most volt. Hogyan zajlott? Hát voltunk 3-an, és, vagyis hát 3 meccsen volt, 8-an voltunk összesen. Az utolsó meccsen volt a legkönnyebb, úgy érzem. Mivel nyertél? Cipponnal, mind a 3 meccsen. Az első érmem idén, sajnos a junior magyar bajnokságon nem indultam. Ferivel az edzőm úgy döntött, hogy nem szükséges, inkább az ifire kell koncentrálnom, itt pedig 3. lettem, így sikerült. Október közel hagyományosan rendezi a Vasért Lénár Team hegyi időfutamot. Megint sikerült jó nagy tömeget összegyűjtenünk az ország különböző pontjaiból. Ezt a 5. alkalommal rendezzük ezt a versenyt. Sikerül ilyen hangulatot teremteni, ami a hátam mögött is látható. Ez egy amatőr kupa, amely elég népszerű. Sajnos még annyira nem tudott beilleszkedni a kerékpáros mozgalomnak a milliójébe, de jelen pillanatban egy annyira népszerű, hogy valamikor ez az amatőr kupa, ez a 5 fordulós amatőr kupa többet ér, mint amikor vannak azok a bizonyos külön-külön álló versenyek, mert a létszám tekintetében óriási tömegeket mozgat. A gyerekektől egészen a veteránokig. Az amatőr kerékpáros kupában 3 első helyezettek lettek. Farkas Tünde, Rábai Norman és Lénárd Johanna, tehát legjobbnak bizonyult kategóriájában. Rajtuk kívül a lénárdosok jó néhány helyezést is szereztek a különböző korosztályokban. A TOC MB3-ba felkerült labdarúgó csapata első hazai mérkőzésén az RAFC csapatát fogadta. Nem is akárhogyan. Az első perc végén járunk, Bogár éveli be a szabadrugást, bal lábbal. Nagy a tömörülés, középüt a labda, helyzet, és gól! Nem sok kellett. És a gólszerzője nagyon ölelgetik, nem nagyon látom. Bár látnám. 10-es számú Vajda Norbert. Unger kilép egy labdával. Helyzet! 2-0, szorszerző Mártonfi. És a bal oldalra Ayerhammer felé, Ayerhammer fejjel elviszi. Még mindig Ayerhammernél van középüt. Na! És nem! És itt van! E pillanatban a TAC megszerzi a 3. gólját, a gól szerzője pedig Unger Zoltán. Úgy látszik, megjött a kedv. Nagy Árpád egyedül vezeti a labdát, elcsúszik, egy kis kéz is volt benne, játékvezető megszánta. A gólszerző Unger, a bal oldalon Ayerhammer teljesen üresen, középüt, egy kapáslövés, és itt az 5., a gólszerzője pedig Vajda Norbert. Azért csak megjött a kedv. Jól haladt a szekér, aztán pillancsunk be egy kicsit későbbi mérkőzésre, az ellenfél a Balatonfüred. 4. percben Bogár szöglete, Perkó fejel, és gól, 1-0 vezet a TAC. Jól haladt ekkor a csapat szekere. A válogatottunk szövetségi kapitánya Csank János is meghívta a fiainkat egy edzőmérkőzésre. Lehet, hogy később egy kicsit megbánta, hiszen a vezetést Perkó jóvoltából mi szereztük meg. Aztán a Finnország ellen készülő válogatott 8-1 arányban győzött a TAC ellen. A kezdeti lendület egy kicsit megtört közben, de a vége igazán jó lett. Halljuk az őszi értékelését a csapat mesterétől, Marosi Lászlótól. Pontosan a finisre futottunk be erre a 6. helyre. Az előzőekben mindig ennél sokkal jobb helyen állt a csapat. Végül is a szereplésünket én 2 csoportra osztanám. Volt egy nagyon remek, fegyelmezett játékkal megszerzett első helyezés, amely a 10 fordulóra volt jellemző, és volt egy másik, ami az utolsó 5 fordulónkat jellemezte. Ez egy kicsit fegyelmezetlen játékot produkált, és nem tudtuk az elvárásoknak megfelelően szerepelni. Tulajdonképpen mi is az első
sorozatban elért jó szereplést, annak a lendületnek köszönhetők, amely jellemezte a játékunkat a megyei osztályban. Sikerült ezt a fordulatot átmentenünk, és lehet, hogy talán az ellenfelek is egy kicsit lekezelően néztek bennünket. Újonc csapat voltunk, nem figyeltek annyira ránk, és sikerült meglepni az első három fordulóban az ellenfeleinket, az utolsó mérkőzéseinken. Nagyon kevés gólt rúgtunk, hiszen az utolsó öt fordulóban 2 gólt rúgtunk és 8-at kaptunk. Néhányan túlzottan kudarcnak ítélik meg ezt utolsó eredményeinket, de ha végül is a bajnokság előtt arról beszélünk, hogy a csapata az első 6-ba tud végezni, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép eredmény lett volna, és én a magam részéről nagyon szeretném megköszönni a játékosaimnak ezt a produkciót. Összességében én szerintem ez egy jó eredmény. Kézilabdában szerencsére 3, sőt 4 szinten is képviselve voltunk. Először halljuk a TAC MB2-es női kézilabda csapatának értékelését a győzelmes, utolsó, rendkívül nehéz meccs után. A lányok nagyon vegyes indulás után a végén egészen jó szerepeltek. Utolsó mérkőzéseinkben néhány csodálatos megoldást láttunk. Örülünk, hogy nem fenyeget bennünket az a veszély, ami a tavalyi évben, hogy a kiesés még gondolatba sem merülhet föl. Vannak kapus problémáink, a többi poszton úgy érzem megoldódott a játékos állományunk. A lányok rendesen edzenek, körülbelül 20 fő az, aki a felnőtt csapatot alkotja. Ez a csapat stabil MB2-es szereplése, nagyon jó esetben még ennél sokkal biztosabb eredményt is, de nem szándékozok el kiabálni egyenlően semmit. A vágyaink ne további, hogy az első 4-ben benne legyünk, erre is megvan az esély, de ezt azt hiszem, hogy még korai lenne értékelni így. A tavaszi szezonban Kassa János edzőhelyét Maráz László foglalja el a kispadon. Az ugyancsak az MB2-ben szereplő TAC férfi kézilabda csapatában nagy változások történtek az idény elején. Egy példamutató szerződés eredményeképpen ugyanis a TTCKC-ban éppen nem szereplő játékosok játszhatnak a TAC-ban. Nem véletlen tehát, hogy az ősz folyamán a TAC nagyon ritkán szenvedett vereséget, különösen hazai pályán nem. Ám ezzel is voltak azért gondjai a játékos edzőnek, Kanyu Antalnak. Ezt úgy értékelem, úgy érzem, hogy azért itt jönnek a szülők, barátnők, elég jó volt a nézettségünk a mérkőzéseken, mindenki még egy kicsi extrát akar hozzátenni, és azt tudni, hogy a kézilabdában a legegyszerűbb, a legszebb dolog, tehát ami látszólag egyszerű dolgot csinálok, egy rövid passzos lerohanást, az sokszor kívülről sokkal szebb, mint belülről. Belülről már unalmas is, mert benne nincs semmi extra, sokkal szebb, mint hogy csavarom a labdát, vagy ejtem, vagy valami, nem mindig az eredményes. Na, és itthon mindenki egy kicsit azért hozzá kell tenni, mert lehet, hogy nem passzolja a labdát, amikor illene letenni, mert ő is gólt akar lőni. Hát ez azért az örömkézi labdához is hozzátartozik, az MB2 azért az is, az öröm is, mert ezt azért csak munka mellett csinálják itt az öregebbek. Bele tartozik ez is, nem tudom, remélem, hogy tavasszal a rangadókon azért egy jó pár jó teljesítőt fog nyújtani majd. A TAC fiai a második helyről várják a folytatást. Még tavasszal azzal búcsúztunk a Tatabánya Tatai Cserép kézilabdaklub csapatától, hogy kiestek az NB1-ből. Először pillancsunk bele a Balatonfüred elleni mérkőzésbe, amelynek a vége igencsak drámai fordulatokban bővelkedett. Aztán egy másodperccel a vége előtt csak megszerezték a győzelmet fiaim. Nézzünk egy későbbi mérkőzést, amikor már kicsit megnyugodtak a kedélyek, és hallgassunk egy kis értékelést. Én örömmel adhatok arról számot, hogy nagyon sok jó irányú pozitív változás van a kézilabda klubnál. Hát mint ismeretes, az MB1B-ben szerepel a csapat, és hát erre az MB1B szereplésre készültünk fel, és lezajlottak azok a változások, amelyek a játékos állományt érintették. Aminek a lényege az, még bizonyára emlékeznek a nézők, hogy a régi idősebb játékosok kikerültek a csapatból, és helyet kapott az a tehetséges, feltörekvő, fiatal kézilabdás generáció, amelyekből a legtöbb tatárul van, hála Istennek. Ha neveket hallhatnánk? Hát hogyne, nagyon szívesen, de bizonyára mindenki ismerés őket. De elsősorban a lengyel gyermekeket, Lengyel Pétert, Lengyel Miklóst említem, Cek gyermekeket, Szilárd Milánt, Molnár Pétert, Trisz Ferencet, és hát már döngeti a kapukat a szappanos gyermek is, Szappanos Istvánnak a fia, hála Istennek, és többek is készülődnek.
Az első helyen várják a tavaszi folytatást a TTCKC fiai. Decemberben az edzőtáborban rendezték meg hagyományosan a Serdülő megyei kézilabda válogatottak tornáját, természetesen a Komárom-Esztergom megyei csapatban sokan voltak Tatáról. Negyedik alkalommal vagyunk itt az edzőtáborban. Idén 6-6 csapat jött össze az ország különböző pontjáról. Örvendetes, hogy nemzetközi lett, ugyanis egy szlovák női csapat is érkezett a rendezvényünkre. Hogyan tevődött össze megyénk válogatottja? A megyénk válogatottja gyakorlatilag 3 helyiségből, Kisbérről, Tatabányáról és Tatáról lettek a gyerekek kiválogatva. Lányaink idén a másodikok lettek. A díjátadó pedig Örömpöli Pál, a Jászmin Bőripari Szövetkezet vezetője. Tataváros nagy díját ebben az évben Győr-Sopron megye csapata nyerte. Beigelbek Otto, Tataváros alpolgármestere gratulált a győztes csapat kapitányának. A külön díjak között a legjobb góllövőnek járó díjat Gazdapusztai Réka, a mi csapatunk tagja vehette át, 31 gólt lőtt a tornán. A fiúk versenyében a mieink a dobogó 3. fokán végeztek. A díjat Ihász István nyújtott át, aki a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás bizottságának elnöke. Tataváros nagy díját idén Csongrád megye együttese nyerte. A díjat a csapat kapitánya kicsit meghatódva vette át Válitót Jánostól. A külön díjak között Komárom-Esztergom megye legjobb játékosa Kolibka Norbert lett. Szeptemberben repülő és helikopter modellek látványában, ügyességében gyönyörködhettek az éppen arra járók. Kár, hogy idén a díjazottak között nem volt Komárom-Esztergom megyei, de az arra járó kisgyerekek között bizonyára sokan elhatározták, hogy jövőre ők is megpróbálják. Ha mással nem, papírrepülővel. Az ősz első jelentős sakkversenye a Magyari Zoltán Művelődési Központban került megrendezésre. Hát ez a rendezvény 25 évvel ezelőtt kezdődött, az önkormányzat rendezvénye volt, Priska Kupa néven indult a rendezvény. Ilyen az egyik régi versenydőtől tudom, hogy annak idején nem egyéni verseny volt, hanem csapatverseny, és 15 percesek voltak a játékidők abban az időben. Alig telt el egy hónap, és itt volt a másik nagy rendezvény, a Pán-Európa sakkversenye az ifjúsági táborban. Hazánk összes jelentős gyermek sakkozója itt volt, és a tataiak is nagyon szép számmal vettek részt. Különösen jól szerepeltek a páneurópások, akik többek között megnyerték a megye legjobb sakkozója címet, és ugye mondani se kell, hogy a verseny győztese Pokros Albert lett. Az Európa-bajnoki jó szereplés kapcsán szeretünk volna beszélgetni, ám de nem volt idő. Miért nem? Mert miután hazajöttem az EB-ről, utána másnap utaztam a csapat olimpiára Belgrádba, ahol negyedikek lettünk, de volt versenyben voltunk az ukránokkal, csak ukrán bíró volt, és ilyen furcsa körülmények között szorultunk a negyedik helyre. Most egyenlőre az az álmom, hogy egy-két éven belül szeretném a nemzetközi mesteri címet teljesíteni. A TASZ súlyemelő szakosztályában sikert sikerre halmoztak az elmúlt években, ám idén némi változás történt ősszel. A honvédelmi törvény változásával a szakosztály életében lényeges változás történt, katonasportolókra kevésbé számíthatunk, így elkezdtük építeni a saját tatai nevelési versenyzőket, akik majd később, évek múlva fognak jó eredményeket elérni. A szakosztályunk létszáma közel 40 fő, és ebből most már csak egy katona van, az is a megyéből való, Tárkányi, úgyhogy most a saját versenyzőket fogunk építeni. A saját versenyzőink közül megemlíteném a fiúk közül Horváth Miklós, aki a Serdülő válogatott kerettagja, és a lányok közül 3 válogatott kerettagunk is van, Kozma Edina, aki az Európa-bajnokságon lökésbe 6. helyezést ért el már a Serdülő Európa-bajnokságon, a lányom Benedek Olimpia junior válogatott kerettagja, és Kollár Csilla pedig szintén a Serdülő válogatott kerettagja. A decemberben Oroszlányban megrendezett ifjúsági és junior országos bajnokságon a fiatalok további érmekkel gyarapították gyűjteményüket. A Tatavárosi Teniszklub rendezvényei közül ősszel kiemelkedett az Amstel Kupa,
melyen az első 1000 ranglistán szereplő versenyző nem indulhatott, ezzel kedvet csinált az úgymond amatőr teniszezőknek. És még mielőtt valaki lekicsinylené a Tatavárosi Teniszklub versenyzőinek eredményét, halljuk az elnököt. A Tatavárosi Teniszklub férfi csapata megnyerte a megyei bajnokságot, és jövőre az MB3-ban, illetve a teniszvonatkozásban országos harmadosztályba fogunk csapattal részt venni. Sokak nagy örömére az idei nyár elején újra kinyitott a Kristálystrand. Nem kell kilométereket gyalogolni, autóbuszozni azért, hogy a gyermekek részt vessenek egy úszásoktatáson. A Városgazda KHT jóvoltából üzemeltetett intézmény, reméljük, a következő szezonban is rendelkezésünkre áll. 14. alkalommal vágott neki a majd 1000 fős mezőny a Tatai Minimaraton 14 kilométeres távjának. Ebben az évben a győzelmet egy válogatott futó, a maraton magyar bajnoka Holba Zoltán szerezte meg. Az ideje ráadásul pályacsúcs. A hölgyeknél pedig az a Földingnél Nagy Judit győzött, aki másnap már elutazott Athénbe, ahol a világbajnokságon a magyar színeket képviselte. A legjobb tatai futó egy testvérpár lett. A hölgyeknél Seffer Ramona, míg a fiúknál Seffer Péter futott be legelőször tatai polgárként. A 10 országból érkezett versenyzők elismeréssel szóltak városunk szépségéről, és ugyanakkor megemlítették, hogy a rendezők nagyszerű munkát végeztek. A többség remélhetőleg jövőre is eljön hozzánk. Még mindig futás, bár a tömeg egy kicsit kisebbnek látszik, ám a tófutások mezőnyéhez képest évről évre nő. Szeptember 3. vasárnapja megint a tófutás. A 7 kilométeres távot Kovács András nyerte, ragyogó 22 perc 36 másodperces idővel, míg a hölgyeknél először Erdős Ibolya, az Orti Császári Csemmege versenyzője futott célba. A kétkörös, igazán embert próbáló távot Pekár Zsolt és Zámbori Zoltán holtversenyben nyerte, míg a hölgyeknél Vajda Zsuzsa, a MAC Népstadion versenyzője futott be elsőnek. Nagy sikere volt ismét a gyermekfutó versenynek. Jó szórakozott az a sok-sok ember, aki ezen a szép vasárnapon ismét kilátogatott az építők parkjába. Mivel Tata a vizek városa, természetesen a horgászok is dolgoztak a második fél évben. Érdekesség, hogy augusztus 20-án két verseny is volt városunkban. A csekén nappal, míg a derítőn éjszaka nem voltak nagyon biztonságban a halak. Nyári alapozás után a Mireltav ISE párbajtőrözői hétről hétre járták az országot a különböző korosztályok versenyeire. Október közepén viszont egy pillanatra ránk terelődött a figyelem. Az 5. Mireltav vívógálán a bajnokok csapatában Lantos Gabriella, Nagy Tíme, a Juhász Attila, Ferjancsik Domokos és Kovács Iván jött el, a kihívóknál pedig Mohamed Aida, Szalai Gyöngyi, Kis Róbert, Imre Géza és Köves Csaba lépett a pásra. Az Európa-bajnok Kovács Iván balról, vele szemben pedig Imre Géza. Szoros küzdelemben Kovács Iván még 9 hétre vezetett, látványos vívásával Imre Géza inkább a küzdeni tudását állította szembe, és fordítani tudott. 11-10 neki, és ezzel az idei Mirelta vívógálát a kihívók nyerték. Decemberben Budapesten a Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg a párbajtőr egyéni és csapatországos bajnokságot. Kulcsár Krisztián az egyéniek versenyében 9. lett, és a magyar ranglistán is ugyanezt a helyezést érte el. A csapatok versenyében a lányok 10. lettek, és ezzel maradtak első osztályúak. A fiúknál a válogatott ötusázókkal felálló Mirelta gárdája végül a 6. helyet szerezte meg. A sok nehézséggel küzdő TAC kajakkenu szakosztályának fiatal versenyzői az ősz folyamán sok versenyen vettek részt. Ebből kiemelkedik a Pannon utánpótlás kupa versenysorozata, melyen a mieink sok szép dobogós helyezést is elértek. A sportérdemen kívül természetesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy ebben a korosztályban nagyon sokat jelent a fiataloknak az utazás, az ismerkedés, a barátkozás.
mivel hazánk kajakkenuban kimondottan nagyhatalomnak számít, a TAC fiatalok által elért 5., 6. vagy netán 10. helyezések ennek fényében egészen másképp értékelendők. Az Idász és a Vértese rendezte évadzáron összesen 18 vitorlás szállt vízre. Itt voltak a mieink is, az öregtavi vitorlás egylet hajói, és természetesen érkeztek vendégek is. Nem lehetett panasz a szélre és az időjárásra sem. A rendezők egy háromszög alakú úgynevezett olimpiai pályát tűztek ki, és ezen a pályán két kategóriában a kalóz és az egyéb kategóriában mérték össze tudásukat a versenyzők. Nem lehet megunni ezt a csodálatos látványt, amelyet az öreg tó és a vitorlások nyújtanak. Lassan-lassan kezd fogyni a víz kedvenc tavunkból, úgyhogy a vitorlások téli álmukon a jövő évi nagy versenyekről álmodhatnak. Ez volt tehát a Sport 97 második része, és így teljessé vált a film az elmúlt év tatai sportjáról. Szó esett többek között a labdarúgásról is, és hallhatták Marosi László vezetőedző értékelését a TAC NB3-as labdarúgó csapatának szerepléséről. Most azóta annyi a változás, hogy Marosi László helyett tavasszal nagy győző ül a kispadra. Ennek kapcsán azt tervezzük, hogy jövő heti adásunkban stúdió vendégünk lesz Vékony Ferenc, a szakosztályvezető, és a régi, valamint az új edző. Valószínű érdekes beszélgetés elé nézünk. Ezen kívül jövő héten tervezünk még egy játékos sportversenyről szóló tudósítást, és Tata legjobb sportolójának kitüntetését is. Ennyi volt mára a Sport Tatai világáról szóló tudósításunk, adásunkat holnap 9 és 17 órakor ismételjük meg. Tartsanak velünk a jövő héten, és a viszontlátásra!